Hello Budapest a Juventuson. Ez is nálunk történt. Ma reggel utána jártunk annak, hogy ki milyen házi állatot választott a gyerekeknek. Hát mondom, nekünk hüllőn kívül kb. Mindenünk volt odahaza. Reniéknél macskák vannak, inkább mi kutyások vagyunk. Igen, kutyák igen. Közül volt vizslánk, most vizsla van is, volt bernáthegyink, volt moszkvai őrkutyánk, volt tacskónkból nagyon sok, csivava is volt. És várjál, ezzel a rengeteg állattal mi történt? Hát mindegyik. Él egy darabig, aztán utána azt nem élt. És utána elmentek egy nagy farmra, ahol igen. Most jókat játszanak és szaladgálnak. Együtt szaladgálnak most ott. Jó, igen. Jó. Sajnos igen, tehát az nehéz azzal együtt, hogy amikor például megbetegszik egy ilyen kutya, és akkor azt, hogy dolgozott fel azt, hogy valami. Tehát, igen. Hogy ezek így van vége ezeknek a sztoriknak, sajnos. Legnagyobb szomorúságunkra. Volt olyan, például a bernáthegyinket megcsípte egy kullancs, képzeld el. És olyan, hogy fertőzött kullancs volt, és belepusztult szegény. Szegény, egy olyan nagy putyusz. Nagyon, teljesen igen. Kész volt az egész család, nagyon szomorúak voltunk. Igen, és ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki milyen háziállatot választana, vagy választott a gyerekének. A Facebookon nagyon sok hozzászólás érkezett, azt írja Katalin, hogy kutyát. Csilla azt írja, hogy hát csak is macskát. Magdi is azt írja, hogy macskát. Barbie azt írja, hogy mindegy, csak mindenképpen menhelyről legyen. Mert fontos, hogy ilyen tudatban ezt tanulva nőjenek föl a gyerekek. Igen, ismerősöm, van olyan ismerősöm is, aki posztol is aki rendszeresen menhelyről, a menhely kutyusokat, és akkor hogy oda menjél is onnét. De egyébként ez jó is, mert mi is, amikor eldöntöttük, hogy kis cicát akarunk, én is ezt mondtam, hogy menhelyről hozzunk, de aztán felhívott a barátnőm, hogy az utcán talált. Egyébként vannak cicák menhelyen, tehát akiknél ilyen nagyon nagy macska áldás volt, és nem tudják elajándékozni, van, aki beadja. De képzeld el, én amikor el akartam ugye a kis cicákat ajándékozni, akkor azt mondták ott a menhelyen, amit én felhívtam, hogy ott nem veszik be, mert hogy telt ház van a macskánkból. Úgyhogy ezért kell. Ugye ma olvastam a statisztikát, hogy ma körülbelül 3 milliónál egy kicsivel több kutya van Magyarországon, és cicából pedig még több, tehát több mint 3 millió igen, macska is igen. Van. Aztán Judit még azt írja nekünk a Facebookon, hogy ő mindkettőt tartana, tehát kutyát is és macskát is, Marika pedig azt, hogy csak is a kutyusokat. Aztán Zoli írt SMS nekünk, hogy sziasztok, nekem már az is extrém állattartás, hogyha a belvárosi lakásban valaki Rottweiler, Dobbermant, Agarat, Vizslát vagy Golden Retrievert, esetleg bernáthegyi tart. Pedig van ilyen, én láttam ez ilyet. Ez a durva, hogy igen. A vizslával azt nem tudom én tényleg, hogy iszonyatos mozgás igénye van, de őrületes, hogy bírja ki egy vadászkutya, hogy bírja ki négy fal között. Biztos, hogy bírja, nem tudom, mert hogy mi meg nem tartottuk soha négy fal közt a kutyát, tehát igen, hogy kertben igen, volt, plusz igen, mondom erdő igen. Mellett lakunk, tehát hogy mi nálunk az, hogy a kutya a szabadban van, és folyamatosan jön-megy, és megvan a mozgástere, az ilyen, ilyen teljesen alaptermészetes dolog. Sőt, olyan a saját lakása, hogy billenőajtót csinált apám a kazánház ajtón, és akkor jön, van egy ilyen akar. Van egy ilyen berendezett lak területe, és ott tehát az egy fűtött helyiség, tehát hogy ott ugyanolyan meleg van, úgyhogy ha fázik, bemegy, ha hidege van, bemegy. Igen, hogyha fázik, és a hűvös, ha pedig úgy érzi, hogy melege van, akkor kint, akkor Laci maga azt írja, figyelj, sziasztok, nálunk van egy nyuszi otthon, és négy madárpók. Vaj, ettől négy még a hideg is. Ugye Laci, be vannak zárva valami? A nyulak. Borzasztó, tényleg. Őrület, hogy ezek a pókok. A nyulak. Ja, a pókok. A pókoktól nagyon félek. Aztán valaki hozzáért a Facebookon is, Blanche, azt írja, hogy az állatok a természetbe valók, nem kell őket házi állatként tartani. Hát figyelj. Figyelj, ez is egy megközelítés, igen. Jogos lehet ez is. Hát figyelj, azért a tény, hogy amikor egy társasházban laksz, ahol többen laktok, és a kutyák még éjfélkor is ugatnak, meg ilyen kettőkor is ugatnak, meg reggel 5-kor arra kelsz, hogy ugatnak a kutyák, meg még délután is fölvernek, délután vasárnap mondjuk, vagy szombaton alvásnál nem csak a kapucsengő, hanem hogy ugat a kutya. Szóval az tény, hogy olyankor nem árt, ha tekintettel vagy azokra is, hogy laknak körülötted igen, mások is. Igen, és igen. Nyilván lehet, hogy ők nem a te kutyád ugatását akarják hallgatni. Igen. Pontjú azt írja nekünk, hogy sziasztok, én kacsát tartanék, vagy választanék házi állatnak. A kacsa jó fej. A kacsa jó fej, csak utána őket ugye le kell vágni, és meg kell enni. Miért kéne? Hát mert addig van olyan ismerősöm, aki nyuszit tart, és a nyuszi sincs levágva. Na jó, de és utána az öreg kacsa, aki meghalannak, már nem finom az íze. Hát rendben, a nyuszinak se, ami. Tehát, én nyulat nem eszem. Miért van, aki malacot tart azért, mert kiskedvenc, és nem levágni persze, tartja. Én ezt is megértem. Sőt, van olyan, amikor a disznőlés van, aki megsiratja a cocát. Hát igen. Aztán utána már akkor sír legközelebb, mikor túl erős a torma a kocsonyához.
Mert az is. Tehát, hogy egy csupa zokogásról kikövezett. Igen, abszolút, igen. Igen, ugye hát erről is beszélgetünk. Nyilván, hogy az sem mindegy, hogy milyen életkorba választunk a gyerek mellé kis állatot. Ugye pont ezért, mert hogyha esetleg ez az állat kimúlik, és fölmegy a nagy mennyei vadászmezőkre, ott a kutyák mellett. Igen, de hogy ugye olyankor valahogy pótolni kell az állatot, és nem mindig találunk ugyanolyat, mint amilyen az előző volt. Egyszer Kós János mesélte, vagy ő nyilatkozott valahol a tévében, láttam, és ő mondta azt, hogy náluk, amikor egy kutya mondjuk elmúlik a családtól, azt mondta, hogy ő azonnal, de hogy kb. Aznaphoz azonnal egy másikat. Igen. Tehát, hogy ő náluk mindig kutya van a háznál, és hogy ez a szó jó értelme vett kutya harapás szőrivel, tehát, hogy ő náluk azonnal jön egy igen. kutya, azonnal, aznap már, hogy ez cseréljük. Ez nálunk is így volt. És így folyamatos a dolog. Amikor, így könnyebb feldolgozni. Igen, amikor eltűnt az egyik cicánk, akkor apukám azonnal hozott egy másikat, és amikor ez a macska meghalt, akkor utána nagyon sokáig volt az, hogy őt annyira szerettük, hogy azt mondtuk, hogy most nem kell másik, mert hogy ez most olyan mély és frissesebb, hogy nem kell. Nálunk a spániel. De utána jött után megint. Tehát nem, nálunk ott volt egy hosszabb szünet, amikor spániel, volt két spánielünk, és akkor ők, amikor örök vadászmezőkre költöztek, akkor ott, hogy volt egy hosszabb szünet, tehát, hogy az... Igen, mert azt azért föl kell dolgozni, és persze jöhet egy másik, de hogy te még akkor még a régire gondolsz, nem? És hát még azok közül az egyik, a papi nevezető, hát ő szerintem ő ember volt. Hát figyelj, ki tudta nyitni az ajtót, tudta a kilincs működését, hogyha én valahova létrát, múltkor csináltuk azt, hogy levágtuk a fának a tetejét, ami mindegy, metszettük a fák tetejét, és a létre oda volt támasztva a fához. Igen. És nézzünk körül, egyszer csak hol vannak a kutyák, és a kutya a létra tetején felmászott, és ott és a fa tetején nézelődött körbe. Komolyan. Akkor volt olyan, hogy tavasszal a faleveleket akartuk kiszedni a csatornából, hogy kitisztítsuk. Létra oda támaszt, oké, és egyszer csak azt vettük észre, hogy a háznak a csúcsdíszein, a tetején áll a kutya, a ház tetején, nem tudom, 10 méterben. És ebből gondoltad, hogy ember? És néz körbe, és ott áll fönt. Megértük lecsalni. Hát ne, hogy gyere már le. És ő meg ott fönt állt, amire mi kiszedtük a levelet a csatornából, ő már fölment. De volt olyan, hogy például nem vettük észre, kinyitottuk az ajtót, volt egy olyan lakrész, ahova ők nem jöhettek be. Tehát, hogy nekik is volt ez a szabadon jövés-menés fűtött helyiségben. És volt olyan, hogy ülünk ott benne, egyszer csak nézzük a tévét, a család, ez csak tüsszent valami. A kutyus? És hirtelen mi az? És a papi benn ült, és nézte velünk a tévét, úgyhogy mi észre se vettük, hogy ő belopakodott, és ült, nézte a tévét. És egy cigi volt a szájában. Cigi volt a szájában, és mondta, hogy hoz egy martinit, légy szíves. Hoz egy sört. Azért tüsszentett, hogy mikre észre vegyétek. Igen. Szóval, hogy én ezért gondoltam, hogy ő körülbelül szerintem ember kategóriában. Nekünk egy macskánk volt ilyen, akire tényleg azt mondtam, hogy ő előző életében biztos, hogy ember volt, mert ő meg tudott puszit adni. Tehát, hogyha szóltál a macskának, hogy puszit, akkor tudod így a kis érdes nyelvével megnyalogatta az arcodat, vagy az orrodat. Nagyon édes volt. Ez igen. Jó. Én azt szoktam, azt bírtam a miénkbe, ebben a spániellel, de papiban, most ezt a vízlev a papiban, persze. Hogy a kutyák, amikor találkoznak, tehát, hogy próbálj a kutyával úgy kommunikálni, mint egy kutya. Vagyis, hogy kutyául kommunikálsz vele, és a kutya mit csinál egyik kutya, a másik, amikor találkozik először? Megnyalogatja, vagy nem. Az orrát megszagolja. Nem. A farkát szagolgat. Így van, hát nem, az orrát. Összedugják az orrukat, igen, és megszagolják egymást. És ez a legjobb, amikor jöttem, akkor jött a kutya, és így csak ennyit csináltam ki. Megállt, nem mozdult. Teljesen összezavartad. Nem mozdult, és tudta, hogy én most akkor csekkolom, és megszagoltam a fejét, és akkor ő is megszagolt engem, de hát utána megőrült nagyon. Egyébként figyelj, pont most valamelyik újságban olvastam, hogy a kutyák beszélgetnek egymással, és pár év múlva velünk is beszélgetni fognak. Nagyon a beszélgetni szóítani. Egyelőre csak tűszentenek még, hogy hozzad a sört, amikor nézik a meccset. Nézik a meccset a tévében. Minden reggel 6-tól 10-ig Hello Budapest a Juventus 103.9-en.